Hát mindenképpen nyerni szeretnénk. Talán még most is egy picivel esélyesebb a Debrecen, de nagyon közelítünk feléjük, és ugye velük játszottuk össze az első mérkőzést, ami gyakorlatilag a legvégéig kirezett volt. Úgyhogy bízom benne, hogy ez mindenkit pozitívan fog dopingolni, ugye a csapat 90%-ának ez lesz az első televíziós mérkőzése, talán az UVS-e férfi csapatnak a történelmének is, vélem is csak a második, úgyhogy ez mindenképpen egy jó dolog, hogy képernyőre kerülünk. Én nem hiszem, hogy ez befolyásolni fogja. Ha valakit befolyásolni fog, akkor az egy nyilván minket is, mi vagyunk a fiatalabb, rutintalanabb csapat, de én azt gondolom, hogy ez nem lesz egy döntő tényező. Arra kell figyelni, hogy végig tudjuk tartani az eredményt. Az egy kevésbé esélyes forgatókönyv, hogy mikor az elején ellépünk 3-4 góllal, és ezt végig tudjuk majd tartani. Inkább nekünk az fekszik, hogyha végig tapadunk az ellenfelünk, és a végén tudunk ilyet robbantani. A Debrecen nagyon jó csapat, 3 nagyon jó külföldi játékossal, egy nagyon-nagyon jó rutinos Kovács Gáborral. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha ezt a 4 játékos ki tudjuk venni a játékból, akkor lehet igazán komoly esélyünk. Úgy gondolom, hogy a Debreceneknél abszolút reális elvárás, főleg az őszi szezon nézve, hogy nagyon jól szerepeltek. Rutinos csapatuk van, jó csapatuk van. Azt gondolom, hogy tőlünk nem elvárható az, hogy még felsőházat játszunk, de mutatott játékunk és az a teljesítményjavulás, amit tényleg hétről hétre itt a srácok és a csapat is produkál, az esélyt ad nekünk arra, hogy legyen arra némi sanszunk, hogy leküzdjünk a végsőkig. Ami jó, hogy tényleg nálunk ez nem elvárás, viszont minden pontnak, minden megszerzett győzelemnek hatalmas értéke van, úgyhogy ez számunkra egy nagyon jó, pozitív tényező lehet. Hát bízom benne, hogy teltház lesz a Komjádi uszodában, mint hogy az eddigi UVS hazai mérkőzéseken. Hát szurkoljanak meg, tényleg buzdítsanak minket is, illetve remélem, hogy Debrecenből is jönnek, és az ő csapatokat is majd fogják éltetni. Mindig jó hangulatú mérkőzést jobb játszani, mint egy kevés nézőt lejátszódott, úgyhogy bizakodom, hogy ez esély az volt. Hát minimum egy 2 gólos győzelemmel. Szia Pista, üdvözlök mindenkit. Hát reméljük, hogy jó, azon vagyunk, hogy jó mérkőzés legyen, főleg, hogy ugye nagyon sok embernek az első tévés meccse. Úgyhogy igyekszünk-e szerint edzeni is, és majd játszani is. Hát azért mi ebben a bajnokságban úgy vagyunk, hogy a nagyobb nyomás mindig az ellenfélen van, és ezt igyekszünk mindig kihasználni. Ez eddig 2-szer sikerült, 2-szer pedig csak megszorongatni tudtuk az ellenfelet, de mindig egy jó mérkőzés sikerült játszani. Minden meccs más, úgyhogy ezt előre nehéz megmondani, de talán a kezdés az, ami nagyon fontos lesz. Mindenki ugye karácsonyból jön, új év, pár nap kihagyás. Kinek sikerül jobban fölvenni a ritmust ugye az új évre? Nyilván nagyon örülnénk a 3 pontnak, de először mindig a jó meccset tűzzük ki célnak. Aztán, hogyha az úgy alakul, hogy 3 pont vagy 1 pont, annak már örülünk. Hát ez idei első meccsünk lesz, nagyon készültünk rá fejben, fizikálisan kevesebbet, mert azért volt egy hosszú téli szünet a játékosoknak, de pontosan tudjuk, hogy milyen fontos ez a mérkőzés nekünk, hiszen csak 1 góllal kaptunk ki Debrecenben, és hogyha nyerni tudnánk itthon, akkor még a papírforma szerint még akár felsőházba is juthatunk, úgyhogy leszkessen a Debrecen, jövünk. Visszanéztem az első mérkőzést, úgy látom, hogy annál mi sokkal jobbak vagyunk már. Szerintem a fejlődésben nekünk van a legnagyobb lehetőségünk arra, hogy 3-4 hónap alatt nagyot lépjünk előre, és szerintem nagyot is léptünk. De ez még a decemberi forma, úgyhogy ha ezt valamennyi 90%-et át tudjuk menteni januárra, akkor van esélyünk ezen a szombati mérkőzésen. Hát rajtunk semmi nyomás nincs, mert nem az az alapelvárás, hogy felsőházba jussunk. Úgyhogy nekünk ez csak egy bónusz az, hogy a tévében játszhatunk, és annak a 2 győztes mérkőzésnek köszönhetjük, hogy egyáltalán tévébe kerülünk, amit elértünk.
már ez is nagyon nagy dolog, hogy kíváncsi ránk a televízió, és nem fog ez minket nagyon összenyomni. Fontos az, hogy a meccs elején ne veszítsük el rögtön az első negyedben a meccset, ahogy ez talán Debrecenben megtörtént, meg egy pár mérkőzésünkön. Úgyhogy arra kell nagyon figyelnünk, hogy a meccs második feléig ott legyünk, vezessünk, vagy döntetlen körül legyen, de aztán nem szabad úgy járnunk, mint a Vasas ellen, ahol meg az utolsó negyedben kaptunk ki. Nem kell, hogy tovább álmodjunk nekünk, most ez a legfontosabb, hogy a Debrecen ellen győzzünk, aztán majd utána meglátjuk, ha sikerül, akkor majd álmodunk utána, ha nem, akkor meg álmodjuk a saját kis lehetőségeinket.